Sziasztok! A mai videó témája a hannoveri. A hannoverit eredetileg katona és kocsilónak tenyésztették, a II. Világháború után kezdték el sportlóként is tenyészteni. A fajta nagyon sikeresen szerepel a nemzetközi versenyeken, több olimpiai érmet nyert díjlovaglásban és díjugratásban. Finom, közepes nagyságú fej, nagy kifejező szemmel, hosszú nyak, nagy, dőlt lapocka, kifejezett mar, középhosszú hát, izmos, hátsó végtagok, szabályos, jó csontozatú láb és terjedelmes ízületek jellemzik. Színe sárga, pej, fekete és szürke is lehet. Az én gyűjteményemben 4 darab hannoveri található, van köztük Schleich, Mojo, Collecta és Bulliland. Igazából amennyire más gyártó mindegyik, mind a 4 figura teljesen különböző, ahogy megnézzük majd őket közelebbről, látszani fog mind a minőségbeli, mind a pózbeli különbség. Bulliland-del kezdeném, ugye a Bulliland-től megszokhattuk, hogy tömör műanyag figuráik vannak, könnyűek és picit puhák. Ugye a szőrének a textúráját azt nagyon szépen érzékeltetik, nagyon szép pózban áll ez a figura, ugye neki nagyon-nagyon rövid a sörénye, hosszú a farka, és ami a különlegessége, hogy fel van szerszámozva, de ezekből semmi sem levehető róla. Szóval ő ezzel a felszereléssel együtt egy egész figura. Ugye itt a hasára rá van írva, hogy Bulliland, és hogy ő egy hannoveri lovacska, a gyártási éve nincs feltüntetve. Sajnos. Én teljesen meg vagyok elégedve ezzel a kis figurával. Aki találkozik vele és szereti ezt a fajtát, ezt nyugodtan szerezze be a gyűjteményébe. Következő figuránk a Mojo Hannoveri. Ő egészen más, mint a Bulliland volt. Ő ebbe a nagyon hosszú léptű pózba van megalkotva. Sokkal világosabb színt kapott. Neki is rövid sörénye van, hosszu farka, és ugye 4 fehér zoknia. Ő kapott ezüst színű patkókat is. A szeme egy színnel van festve, és igazából őt szerintem ez a póz teszi nagyon-nagyon különlegessé. Ugye neki itt van a hasán, hogy ő egy 2010-es modell, és ugye Mojo kiadásban került a polcokra. Ő jelen pillanatban nálunk is kapható a játékboltokban, úgyhogy akinek tetszik, könnyedén hozzá tud jutni. Következő figuránk a Schleich Hannoveri. Ő nekem nagyon-nagyon tetszik. Schleichből több Hannoverit is lehet találni a polcokon. Nekem ő tetszett a legjobban, úgyhogy őt hoztam el. Igazából nagyon tetszik ez a 2 kis szokni, ugye a hátsó lábain, meg gyönyörű szép, ahogy fonott a farka, és ugye fonott a sörénye is. Úgy egy az egyben nagyon szép ez a kis figura. Ilyen egyszerű kis álló, figyelő pózban van. Egy színnel van festve a szeme, és ugye csillogós a nózia. Van egy szép fehér csík az orrán, és ebben a nagyon szép kis kapucsinó színben lehet őt megtalálni. Hannoverik közül nekem ő az egyik kedvencem. Utolsó figuránk pedig erre a videóra a Collecta Hannoveri. Az abszolút, abszolút, abszolút kedvencem. Gyönyörű szép ez a póz, amiben megalkották ezt a figurát. Nagyon-nagyon szép színe van, sokkal élénkebb, olyan már-már narancsos színe van neki. Sokkal élénkebb, mint ugye a többieké. Ugye fekete lábai vannak, fehér zoknikkal, rövidre font sörénye és hosszú farka, nagyon szép fehér csík van az orrán. Ugye neki is a szemét egy színnel festették, de nagyon szépen kidolgozott. Ugye a Collecta az tényleg gyönyörű minőséget prezentál nekünk minden alkalommal. Ez a figura sem okozott csalódást. Nagyon-nagyon szép, nem olcsó, de akinek van lehetősége, őt én csak ajánlani tudom. Mint ahogy a többi Collecta lovacskát is. Ugye itt van a hasán, hogy ő egy Collecta, és hogy ő egy hannoveri kanca, és egy 2015-ös kiadás, úgyhogy nem is olyan nagyon régi. Valószínűleg neten még könnyen beszerezhető. Hát ennyi lett volna a hannoveri. Tudom, hogy sokan szeretitek ezt a fajtát, kíváncsi lennék, hogy ki gyűjti a hannoveri lovakat, kinek melyik figura van meg, melyik a kedvence, melyiket szeretné megszerezni. Írjátok meg kommentben. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!